Ez itt a Friderikusz Podcast csatornán a generációkról szóló sorozat harmadik része. Steggervald Krisztián, generációkutató vagyok. Egy jó bulira vágysz? Csekkold az egyenleget saját bankszámládon, vedd meg a belépőt, és váltsd életed parti átvalóra. A generációkra szabott pénzügyi megoldások szakértője és a sorozat támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Ahogy azt a korábbiakban is elmondtam, ez a sorozat úgy jött létre, hogy tavaly évvégén a Friderikusz Podcast egyik adásának a meghívottja voltam, és az a beszélgetés olyan nagy érdeklődést váltott ki, olyan sok szülő, nagyszülő, gyerek, de munkai kollégák és főnökök is írtak nekünk, hogy Friderikusz Sándorral elhatároztuk, sorozatban foglalom össze mindazt, amit a generációkkal kapcsolatban tudok, illetve amit véleményem szerint érdemes tudni ezzel a témával kapcsolatban. A sorozatot 6 részesre tervezzük. Az első 5 részben különböző aspektusokból járom körül a témát. Például az első alkalommal a generációk és az életkor összefüggésére világítottam rá. Legutóbb 2 generáció, a veterán és a baby boomerek jellemzőit tekintettük át. De külön epizódban taglalom majd a generációkon átívelő figyelem változásait és a szülői szerepek átrendeződését, és körüljárjuk azt a témát is, hogy hogyan jelennek meg a generációs különbségek a mindennapokban. A sorozat záró, 6. adásában pedig válaszolok az önöktől menet közben beérkező kérdésekre. Mondom az e-mail címet, ahova a kérdéseiket a kéretem minél egyszerűbb formában megfogalmazva elküldhetik, ez a studio@friderikusz.hu. Még adósuk vagyok 4 generáció jellemzőivel, ma ezeket fogom részletezni. Előadásomat ma is egy-egy rövid bejátszás fogja megszakítani, amiket a Friderikusz Podcast több korábbi adásából idézek vissza, ezekkel fogom illusztrálni mondani valómat. Múltkor a veteránokról és a baby boomerekről meséltem. Végigvettük az életüket, végigvettük a gyerekkorukat, hogy mennyire egy felnőtt orientált generációban nőttek föl, egy mennyire felnőtt orientált volt az ő élménytartományuk, és ez milyen hatással van a munkához való viszonyrendszerükre. Picit beszéltem arról, hogy mennyire feladatorientált a világuk, hogy ezek a feladatok határozzák meg az életüket, hiszen 2 platformon éltek a munkahely és a család viszonyrendszerében. Emiatt van például az, hogy az ő szeretett nyelvük az etetés, hogy előszeretettel csomagolják süteménybe a szeretetet, és kevésbé tudják tutújgatni a gyerekeiket vagy az unokáikat. Szóval nagyon sok minden meghatározza a viselkedésünket, az életünket a tapasztalat alapján. Amit érdemes a generációkhoz hozzátenni, és talán kevesebb szó esett eddig róla, az az, hogy ezek a generációs ismertetők, generációs jegyek nagyon lokális természetűek. Annak ellenére, hogy nemzetközi szinten is összehasonlítható egy-egy generáció, tehát mondjuk egy amerikai baby boomer, vagy egy amerikai X-es valamilyen módon összehasonlítható egy magyar baby boomerrel, vagy magyar X-essel, azért azok a sztorik, azok a történetek, azok az élménytartományok, amiket én ma elmondok, azoknak a jelentős többsége nagyon erősen lokális, szociokulturális tényező. Tehát amikor egy magyar X-esről, vagy egy magyar baby boomernek a történetéről mesélünk, az sokszor nem érdemes összehasonlítani egy nyugat-európai, vagy egy amerikai X-es, vagy baby boomer életével, függetlenül attól, hogy azért mégiscsak vannak hasonlóságok. A másik az, hogy az élménytartomány, a tapasztalat, az nem csak és kizárólag az életünk első 3 évében határoz meg minket. Nagyon fontos az első 1000 nap. Nagyon fontos az életünk első 7 éve. De ha élünk utána, akkor az összes többi generáció élménytartományába is belekerülünk. Ez abban különbözik azért az egyes generáció szülötteinél, hogy a tanulási képességünkből tudjuk, hogy azok a dolgok, amikbe beleszületünk, tehát bármi, ami a születésünk pillanatában minket körülvesz, azokat az agyunk a természet rendje szerinti normálisnak fogja tekinteni, minden mást tanulnia kell. Amit tanulunk, az mindig nehezebb. Minél távolabb vagyunk a saját generációnktól, annál nehezebben tanuljuk meg a dolgokat, ugye ez az agynak a tanulási képességei változásai miatt történik ez így. Tehát például egy veterán vagy egy baby boomer azért nem ragadt meg a saját maga generációs élményeiben, mert akkor a mai napig szokó rádión hallgatnák a Kinyermát, vagy Junos TV-n néznék a Kukori és Kotkodát.
Ennek ellenére tudjuk jól, hogy a magyar nyugdíjasoknak egy jelentős része naponta 3 órát facebookozik. Veteránosan, de facebookozik. Szóval, hogy használjuk ezeket a dolgokat, megtanulhatjuk ezeket a dolgokat, de a megtanulás mindig nehezebb, és minél távolabb vagyunk a saját születési generációnktól, annál nehezebben fogjuk tudni ezeket alkalmazni és beépíteni az életünkbe. Ezt még érdemes hozzátenni talán a baby boomer és a veterán generációkhoz. Legutóbb úgy zártam, hogy ez a két generáció, amelynek még van neve, a két utolsó biológiai alapú generáció, és innentől kezdve a generációkat nem névvel illetjük, hanem egy betűvel, mivel ezek már nem biológiai, hanem média generációk. Nos, az első média generációnk az X generáció, az 1965 és 79 között születetteket jelöljük, vagy címkézzük ebben a pozícióval, hogy X generáció. Média generáció az azt jelenti, hogy az ő esetükben a születésük pillanatától kezdve jellemzően jelen van az életükben valamilyen audiovizuális tartalom, ez alapvetően a televízió. Nyilván teljesen más volt a televíziónak a műsor struktúrája, egyáltalán a jelenlét 1965-ben, mint 1979-ben. Magyarországon 1957. május 1-től van a televíziónak kísérleti adása. Ez nem azt jelentette, hogy 57. május 2-án mindenki nézte otthon a kommunista éjjel-nappal Budapestet, mert se készülék nem volt, se műsor nem volt. Akkoriban heti 3 nap lehetett egyáltalán televíziózni. Aztán ráállt a Magyar Televízió 4 napra, utána hétfőn és pénteken nem volt adás, majd a 70-es évektől kezdve hétfőnként nem volt adás, de ennek ellenére az X-esek már kora gyerekkoruktól kezdve tudták, hogy van olyan, hogy televízió. Van az életükben televízió. Nem tudtak 24/24 audiovizuális tartalomhoz hozzáférni, mert nem volt egész nap tévé, függetlenül attól, hogy hétfőn egyáltalán nem volt adás, de a többi napon sem lehetett megszakítás nélkül tévét nézni. Tehát kellett valamit csinálni a nap többi részén, és erre jó megoldás volt ugye a kulcsos gyerekség, mert a többiekkel el lehetett menni a térre, a parkra, az udvarra, bárhova. Este meg haza lehetett menni 19-15-kor, amikor kezdődött az esti mese. Hétvégén meg aztán végképp volt az óvodások filmműsora, a szombatesti filmkoktél, és mindenfajta olyan dolog, amit az audiovizuális tartalomhoz kötni lehet. Tehát az X-esek esetén már erőteljesen jelen van a média, erőteljesen jelen van az audiovizuális tartalom, ami hatással van az idegrendszerünkre, hatással van a figyelmünkre és a koncentrációs képességünkre. Ebből a szempontból az X-generáció és az utána következő Y-generáció, akinek szintén az alapvető médiája a televízió, egy összekötő kapocs, egy generációs híd a többi generáció esetében. A veterán és a baby boomer úgy született, hogy gyerekkorában nem volt semmilyen audiovizuális tartalom, majd később látni fogjuk, hogy a Z és az alfa generáció médiája, a digitália, az internet, tehát egy nagyon-nagyon tömény, hiperérzékeny, hiperszenzitív, hipergyors audiovizuális tartalom, és ebből a szempontból a televízió egy lassú, struktúrált, analóg audiovizuális tartalom volt. Tehát itt van középen az X és az Y, aki egy összekötő kapos tud lenni a 20. század és a 21. század között, és ebből a szempontból ez a televízió, ez a gyerekkori televízió egy nagyon jó kis segítség tud nekünk lenni. A médiához való viszonyrendszerünket, a modernségünket vissza lehet nézni a decemberi Friderikusz podcastos beszélgetésünkben. Elég szépen és elég sokat beszéltünk arról, hogy ebből a szempontból miért tartjuk modernnek az X generációsokat, miért tartják saját magukat modernnek, és miért érzik azt, hogy a mai napig nagyon erősen megőriztük a modernségünket. Ezzel szemben a gyerekeik, a tinédzser gyerekeik viszont azt érzik, hogy minden az X generáció csak modern, nem? Így érdemes néha tükörbe nézni és kimondani magunknak, hogy eljárt felettünk az idő, és az a technológia, amit korábban modernnek hittünk, az ma már minden csak nem modern. A média mellett természetesen egy csomó minden más is befolyásolja az X-eseknek az életét, vagy a viselkedését, vagy a hozzáállását. Az X-generációra mondjuk azt általánosságban, hogy egy nagyon maximalista generáció, és a maximalizmusa mellett egy nagyon hősközpontú generáció. Ez egy jó párosítás, egy hősközpontú maximalista. Miért is alakult ez így ki? Az X-generáció pici gyerekkorától kezdve nagyon erőteljesen bele van szorítva, bele van kényszerítve ebbe a
páros szerep ebbe a maximalista hősközpontuságba, mert az X-esek azok, akik a legnagyobb arányba kerültek intézménybe pici gyerekkorukban, nevezetesen bölcsödébe. Se előtte, se utánuk nem voltak olyan nagy arányban bölcsödések a gyerekek, mint az X-generáció esetében, hiszen akkor volt az a divat, vagy az a gazdasági helyzet, hogy az ipar kiszippantotta otthonról anyát és apát, gyerekeknek valahova menni kellett, akkor már nem volt jellemző az, hogy egyedül otthon hagyták a gyerekeket. Nagyon-nagyon sok előadásról jönnek elő olyan sztorik, nem csak Budapest és nem csak vidék viszonyrendszerében, hanem szinte mindenhonnan, hogy pici gyerekkorban a szülők elmentek dolgozni, és a 3-4 éves gyereket otthon hagyták a 5-6 éves testvérrel egész nap, vagy csak egyedül otthon hagyták egész nap, és a szomszéd nagy ritkán ránézett. Azért ez a 80-as években kezdett nem annyira jellemző lenni, vagy a 70-es évek végén, és bekerültek a gyerekek a bölcsödészbe. Tehát nagyon-nagyon hamar idejekorán az intézmény elkezdte nevelni az X-eseket, és egészen felnőtt korukig, 18-20-25 éves korukig az intézményben találták saját magukat. Aztán az X-esekre a jellemző az, hogy a rendszerváltás idején ők voltak fiatalok itt Magyarországon, és megtapasztalták annak a lehetőségét, hogy nagyon sok munkával, nagyon sok tanulással, nagyon sokra lehet vinni. Akár többet lehet keresni, mint a felnőtt idős szüleik. És az első generáció, aki megtapasztalta azt, hogy kemény munkával képes lelökni az előtte levő generációt. Ugye ez a baby boomerekre abszolút nem volt jellemző. Mondtam, hogy az egy felnőtt orientált társadalomban, egy felnőtt orientált világban felnőtt generáció volt, ahol minél idősebb volt valaki a hierarchiában, annál magasabb pozíciót ért el. Az X-esek az elsők, akik Magyarországon meg tudták azt tenni a multinacionális vállalatoknak köszönhetően, hogy nyelvtudással, modern tanulással, modern eszközökkel, modern munkával képesek voltak nagyon hamar a ranglétrára előre kerülni. Az is igaz, hogy nagyon sokan voltak az X-esek, és ezért megrekedtek a ranglétrán, emiatt a mai napig nagyon félnek, hogy vajon mikor jön egy következő generáció, aki még modernebb tudással, még modernebb nyelvismerettel, majd őket is lelöki a ranglétráról, ezért nagyon erősen fogják a székeiket. És itt van egy kis bedugulás a ranglétra esetében, ami komoly konfliktust tud okozni generáció és generáció között. Szóval ott vannak az X-esek, maximalisták és hősközpontúak, és ebből adódóan vannak olyan nehézségeik, vannak olyan problémáik például, hogy nagyon nehezen tudnak delegálni. Hát hogy tudna delegálni egy maximalista? Hát azon gondolkodik, hogy kiosztom a feladatot, el kell magyaráznom, a végén ellenőriznem kell, és mivel maximalista vagyok, tudom jól, hogy nem lesz jó a végén a munka, tehát nekem kell befejezni, akkor meg minek adjam ki? Ki se adom, megcsinálom egyedül. És ott állunk ezzel az iszonyatos nagy maximalizmusunkkal és hősközpontuságunkkal, majd én megcsinálom, majd én meg tudom csinálni, és azt vesszük észre, hogy beledöglünk a munkánkba, fölmegy a vérnyomásunk, fölmegy a koleszterin szintünk. A fiatalok, akiknek meg nem adjuk ki a feladatot, azok meg végén hazamennek, na és akkor ezen is tudunk bosszankodni. Mindez a szülőségünkben is megjelenik, nem csak a munkahelyen akarunk tökéletesek lenni, hanem tökéletes szülők is szeretnénk lenni. Tökéletes apák és tökéletes anyák. Miközben a szüleink mindent akartak, csak tökéletesnek lenni nem, hiszen ők azt tanulták meg a világba, hogy bőven elég a hiteles jelenlét ahhoz, hogy jó anya vagy jó apa legyek, de mi szeretnénk tudni, hogy hogyan lehetünk még jobb apák és még jobb anyák. És ehhez megfelelő háttér is áll a rendelkezésünkre, megfelelő szakirodalom, megfelelő segítők, megfelelő generációkutatók, akik erről tudnak beszélni órákon keresztül. És ez olyan jó befogadni, olyan jól tanulni, hogy hogyan tudjuk mindezt megcsinálni. És mivel maximalisták vagyunk, soha nem fogunk eljutni a tökéletes szülői szintre. Ezért állandóan bizonytalankodunk, hogy mit lehetne még megtanulni, mit lehetne még jobban csinálni. És ott annak a gyerekeink, akik látnak egy bizonytalan szülőpárost, és elkezdenek gondolkodni, na akkor vajon hogyan tudok anyuhoz és apuhoz kapcsolódni. Na majd, hogyha beszélünk a szülői generációkról, majd ha lesz a szülői epizód, ott ebben részletesebben bele fogunk menni. Szóval az X-es maximalista, az X-es hősközpontú, és erősen sikerorientált. Az X generáció Magyarországon az első olyan generáció, és talán az egyetlen, aki szinte a Covidig az egész életében csak sikert élt meg. Nem kellett megélni ilyen hatalmas kudarcokat, mert hogy eleve a gazdaság is, meg az egész világkörnyezet egy olyan időszakban volt, ahol szépen tényleg lehetett folyamatosan fölfele menni, és a Covidig egész egyszerűen mindig volt egy tablet,
amivel túl lehetett lépni egy betegségen. Mindig volt egy megoldás, ami valamilyen problémára azonnal választ tudott adni, és nem kellett szembesülni azzal, hogyha nem dolgozok sokat, hogyha nem vagyok okos, hogyha nem öntök bele maximális mennyiséget, akkor ne lehetne ebből sokat kivenni. Na és akkor az utóbbi időben azért szépen szembesülünk azzal, hogy ez nem feltétlenül van így, és nehezen is tudjuk sokszor kezelni, hogy hogyan lehet ebből jól kilépni. A negyedik, ami az X-generációnak egy jellemzője, ez a munka-magánélet, a munka-család egyensúlya. A fiatalabb generációknak ez nem okoz problémát, ők szépen élik a munka-magánélet egyensúlyát. Az X-generáció talán a Covid-ban szembesült azzal, hogy nehezen tudja összehozni a munkában a maximalizmust és a szülőségben a maximalizmust, mert nagyon sokszor a szülőségét abban élte ki, hogy otthon lefotózta a gyerekeket, majd a kedvenc fotóját bevitte a munkahelyre, és ott nézte a gyerekeket. Na, a Covid volt az első, amikor a home office-ban rengeteg szülő rájött arra, hogy a gyerekei mozognak, hogy a gyerek szuszog, mert addig egy képen statikusan látta, ott meg élőben látta a gyerekeit, és rájött arra, hogy nem biztos, hogy eddig jól csinálta, hogy a munkaalkoholizmus az nem biztos, hogy annyira jó volt, és ott szembesült avval, hogy mi lenne, hogyha ezt valahogy másképpen csinálná. Az ötödik ilyen szempontrendszerünk az a networking. Ugye az X-es szülők, az X-es felnőttek esetében mondjuk azt, hogy az ő gyerekkoruk volt Magyarországon jellemző a kulcsos gyerekség. A kulcsos gyerekség az, amikor az a gyerek úgy megy haza, hogy a nyakában van egy barna cipőfűző, a barna cipőfűzőn van egy elzetzár, és avval rohangált az összes gyerek, hiszen nem volt otthon a szülő, mondtam, hogy az ipar kiszippantotta anyut és aput, az iskola időszak végén nem volt otthon senki, szépen hazabattyogtak, ott volt a nyakukban a kulcs, bementek a lakásban nem volt senki, csak egy cetli, a cetlin rá volt írva, vagy a krumpli leves, vagy a krumpli főzelék, vagy a paprikás krumpli, vagy a krumplis tészta benn van a hűtőbe, edd meg fiam, aztán tanuljál. Az összes gyerek megette a kaját, aztán ment az udvarra játszani a többiekkel, hiszen semmi veszély nem volt, semmi baj nem lehetett, a szülők nem értek utol, nem volt okos eszköz, nem volt okos telefon, ha hazaértek és nem volt otthon valaki, akkor kiálltak a teraszra és kiabáltak, hogy Józsi, gyere haza, vagy hazamentél, vagy nem. Hát mi volt a legrosszabb? Kapott egy X-es egy pofont, hogyha nem ért haza időbe, és akkor mi van? Mindenért kapott egy pofont. Egy plusz ide vagy oda, nem számított semmit. És egy ilyen nagyon laza kötődési baráti társaságok alakultak ki, és ezek a baráti társaságok a mai napig akár még együtt is lehetnek. Nagyon fontos ezért a mai napig az X-eseknek az offline együttlét, a kapcsolódás, a házi bulik, az, hogy a karrieremet tudjam építeni, és ezt tudom jól, hogy akkor tudok igazán jó karriert építeni, hogyha sok ismerősöm, széles networkingem van. Ugye meséltem a legelső alkalommal, hogy van egy olyan megélésünk, vagy egy olyan tapasztalásunk, hogy önmagunkra támaszkodhatunk, és ennek az önmagunkra való támaszkodásnak a hozománya és a következménye, hogy azt is tudjuk, hogyha mi önmagunk találunk sok-sok barátot és egy erős networkinget, az tud segíteni az életben maradáshoz, tud segíteni az előrejutáshoz. Tehát nem egymásnak ellentmond ez a két történet, hanem egymást erősíti tulajdonképpen a világban. És az X-esekre még nagyon jellemző az érzelmeknek az ambivalens kezelése, az érzelmeknek az erőteljes megjelenése az életünkben. Ez azért van, mert mondtam, hogy az X-generáció az, ami a legnagyobb arányba került bölcsödében nagyon-nagyon fiatalon, nagyon-nagyon korán. Tehát a szülőkkel való kapcsolódása egy picit traumatikus, egy picit, és ez már veszélyes, mert nem annyira generációs, hanem sokszor személyiség függő, de hogy van egy olyan hiátusa az X-eseknek, hogy gyerekkorban, pici gyerekkorban nem feltétlenül volt otthon a szülő. Ezért az érzelmekkel nehezen bánik, az érzelmekben van egyfajta nagy kérdőjel a kis életében, és ezt például a marketing vagy a reklám egész jól fel tudja használni. Az X-esek talán az egyedüli generáció, akinek bármit el lehet adni, hogyha közben elsírja magát. És innentől kezdve bármilyen termék, egy konyhabútor, egy intimbetét, vagy egy autó, hogyha abban vannak érzelmek, akkor az X-es nagyon nyitott annak a megvásárlására. A nála idősebb baby boomer veterán legyint egyet, és azt mondja, hogy hagyjál már, ettől nem fogom megvenni. A nála fiatalabb Z-s, meg Y-os meg azt mondja, hogy na, először utána nézek, hogy hol olcsóbb, és akkor majd megveszem, engem az érzelmekkel nem fogsz tudni irányítani. Na, valahogy így épül fel az X-eseknek a generációs sajátossága, a hozott jellemzője, és adja át a kulcsot, adja át a stafétabotot a következő generációnak, az Y generációnak.
Igen, ám, csak itt van egy nagyon fontos tényező, ami befolyásolja a generációknak a viselkedését, itt 1980 tájékán, ez pedig az, hogy szimbolikusan azt mondjuk, hogy 1980-ig tartott a közösségorientált világ, és 1980-tól hívjuk a világot én központunak. Ennek a szimbóluma a Walkman, ugye fiatalabb hallgatók és nézők, hogyha nem tudják, mi a Walkman, akkor vagy keressenek rá az interneten, vagy segítésképpen nagyjából a Spotify őséről beszélünk, hogyha Walkmanről beszélünk. Miért lesz a Walkman az én központú világnak a manifestációja? Hát mit csinált a Walkman? Ugye individualizálta a zenehallgatás lehetőséget egy ilyen nagyon fura színes, szivacsos fülhallgatóval, amit hozzá lehetett kapcsolni egy nagyon színes, általában kék, piros, sárga műanyag kis dobozhoz, amiben kazettát lehetett tenni, és azon a kazettán lehetett zenét hallgatni. Fiatalabb hallgatók megint nézzenek utána, hogy mi az a kazetta. És miért van egy ceruza a kazetta mellett, amivel mindig vissza lehet tekelni. Szóval hallgattuk a zenét a kazettákon, és így elkezdtünk egymástól eltávolodni idézőjelbe, mert addig a zene összehozta a fiatal generációkat, fiatalokat, zenét hallgattak, zenét tanultak, nagyon sok garázszenekar alakult, mert hogy a zenehallgatás nagyon erőteljesen a fiataloknak a szubkultúrájához hozzátartozó tényező, összehozta a fiatalokat. Onnantól kezdve a Walkmannel te magad egyedül tudtál hallgatni zenét, és szépen el lehetett egymástól távolodni. Az én központú világnak a másik szimbóluma a selfie. Hát addig úgy fotóztak a nagyöregek, hogy mindenki rajta volt a fotón, kivéve aki a fotót csinálta. Ugye, mert azt mondta, hogy ti legyetek rajta, az a lényeg, hogy ti legyetek boldogok, álljatok oda, a parlament elé puff, lefotózzuk, és akkor készen van a fotó. Ezzel szemben a selfie-n én vagyok rajta, és mindenki más mögöttem, hátam mögött, mert hogy az én számít elsősorban. Nem kell félreérteni, nem jobb, nem rosszabb, csak más típusú kommunikáció, az ént máshova helyezi ebből a szempontból. És innentől kezdve megint történik egy olyan változás, hogy a közösségorientált világban felnőtt generációk esetében, például a baby boomer x-esek esetében, hogyha a munkahelyen csapatot akarnak építeni, akkor állandóan csapatépítő tréningről beszélnek, hiszen ez azért hatékony közösségorientált együttműködés. Ezzel szemben egy YZ generáció a Z felé haladva egyre intenzívebben már nem feltétlenül akar elmenni a többiekkel csapatot építeni, mert nem abban látja a hatékonyságát. Na, 1980-tól mondjuk szimbolikusan én központunak a világot. Ez nem azt jelenti, hogy aki 1979. december 31-én született, az közösségorientált, aztán 1980. január 1-től mindenki én központú, hanem szépen lassan, szimbolikusan, nagyon-nagyon nagy ívekben a világ kezd átállni a közösségorientáltságról, a közösség összetartásáról, az, hogy mi együtt vagyunk, együtt csináljuk a dolgokat, ebből elmenni abba az irányba, hogy az én számít, az én van az előtérben, az én határozza meg a tudatomat, és ennek megfelelően viselkedem és dolgozom. Így az első számú én központú generáció az nem más, mint az Y generáció. Ha már itt tartunk, hogy áttérünk az Y-ra, nézzünk meg egy audiovizuális bejátszást arra vonatkozóan, hogy az X-esek mindezt hogy élik meg a valóságban, ezt a maximalizmust, ezt az újfajta megközelítést. Most az X-eseknél van az tulajdonképpen az első olyan generáció, ahol a nők, a lányok megélhették azt, hogy mit jelent az, hogy a karrier mellett nő lehetek. Hogy mit jelent azt úgy megélni, hogy kiélhetem a női oldalamat, és lehetek feleség és anya, de közben karriert is élhetek. Addig a generációk, a baby boomer veterán esetében nem nagyon tudtak mintát mutatni arra, hogy milyen a karrierjét is megélő feleség, a karrierjét is megélő anya. Ezt az Y már nagyon szépen kézbe kapta, és náluk nagyon könnyen meg tudott ez oldódni, az idézőjelben mondom a nagyon könnyet, mert hogyha már van egy mintája az X generáció esetében, és az YZ-nél ez már olyan szinten módosul, plusz hozzájön a várható élettartam növekedése, hogy egyre később akar családot alapítani, egyre később dönt a gyerekvállalás mellett, mert már látott egy példát arra, hogy hogyan lehet karriert is megélve feleségnek vagy anyának lenni. Két bejátszást fogunk megnézni. Zonnevend Júliával történő Friderikus podcast beszélgetésből veszem ki ezt a két részletet, és azt gondolom, hogy nagyon szépen alá támasztja mindazt, amit eddig elmondtam az X generációról. Szüleinek volt eleve elrendelt célja önnel?
nagyon erősen támogattak mind a ketten abban, hogy, hogy kiteljesedjek. Én az első olyan női generációba tartozom, aki igazán szakmailag repülhet, mindenfajta vallási vagy politikai korlátozás nélkül. Hát gondoljon bele az, hogy én Amerikában doktorálok, ez nem egy olyan útvonal, ami az édesanyám korosztályának jelen volt, vagy nem is gondoltak ilyesmire. És hát aztán az első év az tényleg kőkemény tanulás volt, sok sírás, tényleg. Milyen? Hát csak felmi gondolja, hogy egy alapvetően maximálisan teljesítő stréber kikerül egy olyan helyre, ahol ő a kis nyuszi, tehát ahol egy hatalmas terület van, rengeteg nagyon tehetséges emberrel, és helyt kell állni, és engem soha nem érdekelt az, hogy középszinten focizzak. Tehát, hogyha én focizni fogok, akkor a maximális szinten akarok. Ahhoz viszont tényleg éjjel-nappal kellett tanulni. Zonnevend Júlia média kutatással foglalkozik, és olyan szépen elmondta mindazt, amit körberajzoltunk az X generációról. Eleve az, hogy elmondta saját szavaival, és hogy ő az első női generáció, akinek megengedték a szülei, hogy kiteljesedjen a munkájában is, és hozzá tudja adni mindazt a lehetőséget, ami az X-esek esetében megjelenik, még azért nagyon korlátozottan. Ő ugye a későbbi X-esekhez tartozik, ahol elkezdett már jobban kinyílni a világ, de mondjuk a 70-es évek elején született X-eseknél azért még nem volt olyan egyszerű ösztöndíjra menni egy egyetemre, pláne Nyugat-Európában. A második részben pedig elmondta, hogy ő mennyire maximalista, mennyire megkapta mindazt a hozományként nem csak a szüleitől, hanem az egész generációjától, hogy nem elég tanulni, azt jól kell tanulni, de ráadásul a legjobban kell megtanulni, mert akkor tudok igazán jó X-esként jelen lenni a világban. Na ezek a hozadékai, ezek a kapcsolódási pontjai az X generációnak a saját társadalmi élményszövetéhez, az élménytartományainkhoz, a tapasztalatainkhoz, és ezután jön az Y generáció. Az Y generáció az 1980 és 1994 között születetteknek a meghatározása, és az ő esetükben nagyon-nagyon fontos azt tudni, hogy ők az utolsók, akinek minden egyes tagja egy olyan világra született, ahol még nem volt internet. Tehát ők még mind íráson, olvasáson szocializálódtak, és még az internet nem hatott olyan mértékben az idegrendszerükre, a gondolkodásukra, mint az utána következő generációknál. A könyvemben kettészakadt generációnak hívom az Y generációt, mert nagyon nagy különbség van az 1980-as és az 1990-es születésű Y-osok esetében. Ebből is látszik, hogy a generáción belül sem hívhatjuk homogénnek a benne levő egyéneket, hiszen a baby boomereknél is azt mondtam, hogy nagy különbség van, és valahol 55 tájéken húzhatunk egy vonalat, az 55 előtt és az 55 után született baby boomerek esetében, ez ugyanúgy igaz az Y-osok esetében is. Ahogy a decemberi beszélgetésben elhangzott, az élet első három évje nagyon erőteljesen meghatározza a gondolkodásunkat, az élménytartományunkat, a viselkedésünket. Az 1981-ben született Y-osok 14-15 évesek voltak, amikor először találkoztak az internettel. Egy 1994-ben született Y-os viszont 1-2 éves volt, amikor először találkozott az internettel. Nyilván teljesen más a hozzáállásuk, teljesen más a megértésük a digitális médiával kapcsolatban. Ez az egyik nagyon fontos jellemzője az Y-nak, hogy ők már egy ilyen átmeneti generáció, egy ilyen kapcsolódás az internethez, hiszen nagyon fiatalon részese lesz az életüknek a digitália. De amikor megszületnek, az élet első ezen napjában nagyon kevés olyan Y-os van, aki találkozik az internettel. Ebből a szempontból egy picit ambivalens hozzáállásuk, egy picit nagyon egyedi hozzáállásuk van az internethez. Milyen egyéb dolgokat tudunk még az Y-ról elmondani? Ugye mondtam azt, hogy szimbolikusan 1980-tól számítjuk a világot énközpontunak, tehát ebből a szempontból az Y-osok egy énközpontú generációnak is hívható. Ez is egy átmenet, ez is egy spektrum az ő esetükben. Nyilván a 80-as évek elején még ez az énközpontúság, ez ilyen tanult, ez ilyen lassan történő dolog. A 90-es évektől kezdve egy picit intenzívebb az énközpontúságnak a megjelenése, de ebből a szempontból azért az Y-ra már mondhatjuk azt, hogy tud az énközpontúságban élni. Kicsit visszamegyünk az időbe, akkor ez még látható is, mert valódi feszültséget, valódi haragot a munkáltatókból, az X-es és baby boomeres munkáltatókból az Y-osok váltottak ki. Az Y-osokat, amikor kezdő fiatal munkavállalók voltak, kifejezetten
hát most mondjuk úgy szépen, hogy nem szerették a munkaadók. Erről rengeteg dokumentum fölmaradt, rengeteg konferencia volt, hogy egyszerűen olyan mértékben idegesítette őket ez a fajta új hozzáállás a munkastílushoz, hogy a munkaadók ezt nagyon nehezen tudták kezelni. A Z-re már nem haragszanak ennyire. Érdekes, mert ugye a Z az tulajdonképpen a saját gyerekeik, és a saját gyerekemre azért nehezebben tudok haragudni, de másrésztről van egy tanulási folyamat, van egy élménytartomány, hogy a fiatal munkavállalók már másképp állnak hozzá a munkához, és a Z generáció, ha bár most nagyon-nagyon sok kérdőjelet felvet a munkahadók fejében, és ugye erre elég sok tréningünk és workshopunk is van, hogy válaszokat tudjunk adni, mégsem vált ki olyan mértékű ellenérzést, vagy negatív élményeket, vagy érzéseket, mint az Y generáció váltott ki nagyjából 10-15 évvel ezelőtt. Kortárs orientált lett az Y generáció. Vegyük észre, hogy két generáción belül felnőtt orientáltból, kortárs orientált generációról beszélünk. A baby boomer még felnőtt orientált volt, az Y generáció már kortárs orientált. Ez mit jelent? Hogy sokkal inkább hisznek a kortársaiknak, mint az idősebbeknek. Ez szélsőségesen azt is jelenti gyakran, hogy alapból azt feltételezik, hogy az idősebb kollégák, az idősebb munkadók, vagy abból csak az idősebbek, azok át akarnak verni, hogy azért mondanak dolgokat, azért szépítenek meg dolgokat, mert valójában csak át akarnak verni, az nem igaz. Az igazságot a kortársak fogják tudni megmondani, mert ők ismernek minket, és ők ezeket át tudják adni. Azért lett olyan gyorsan elterjedő történet az influencerkedés, vagy a youtuberség, mert az a kortársak mutattak be dolgokat, és az a tapasztalat, hogy a kortárs őszinte. Egy youtuber őszinte, egy influencer őszinte, hiszen reggel korán bejelentkezik az ágyból, mosdatlanul, fésületlenül, smink nélkül, hát az mégis csak mennyivel őszintébb, mint az a megcsinált celeb, vagy sztár, akin órákon keresztül dolgozott a sminkes. És innentől kezdve ez a kortárs orientáltság akár odáig is eljut, hogy egy pályaorientációs napon, ahol az egyetemisták beülnek egy nagy előadóba, és el akarják dönteni, hogy melyik vállalathoz mennek, sokkal hitelesebb lesz számukra az a vállalat, ahova nem az első számú vezető jön, aki 45-50 éves, vagy egy 40-45 éves HR vezető érkezik, hanem egy 20-25 éves gyakornok. Mert az a gyakornok ugyan nem azt fogja elmondani a vállalatról, amit az igazgató hallani szeretne, de mindazt el fogja mondani, ami számukra, mármint az ott ülőknek fontos és érdekes. Ez a kortárs orientáltság nagyon más, mint a felnőtt orientáltság, nagyon más kommunikáció, nagyon más működési mód, nem csak az iskolában, hanem a munkahelyen is, és éppen ezért az előbb említett workshopjaink, tréningjeink nagyon erősen építenek erre a kortárs orientáltságra. A harmadik jellemzője az Y-nak a digitalizáció, a digitális jelenlét. Azt gondolom, hogy ezt nem kell mélyebben értelmezni és jellemezni, hiszen mondtam, hogy nagyon fiatalkorban találkoztak az internettel, számukra az internet egy őrült nagy szenzáció, egy őrült nagy segítség, ezért minden működésükben, minden jelenlétükben, sokszor még a szülőségükben is nagyon intenzíven jelen van a digitalizáció. Erről majd a szülői előadáson többet is fogunk beszélni. A negyedik ilyen jellemzőjük az élményorientáltság. Megint vegyük észre, hogy két generáción belül a feladatorientáltból élményorientált lett. A baby boomerek feladatorientáltak voltak, erre mondtam azt, hogy süteménybe csomagolják a szeretetüket, hogy a feladat határozza meg az életüket, nem csak a munkahelyen, hanem odahaza is. Tudják jól, hogy ha véget ér a munka, akkor megyünk haza, ahol szintén feladatokat kell elvégezni. Na, az Y és az Z generáció esetében bejön ez az élményorientáltság, hogy ők már élik azt, amit a baby boomerek kitűztek a zászlójukra, hogy az életet nem csak leélni, hanem megélni is kell. Még nem tudták, hogy hogyan, de ennek megfelelően kommunikáltak a gyerekeikkel, ennek megfelelően próbálták mutatni a világot, és az Y-osok ezt már elkezdték megérteni, és megkezdték meglépni. És telepakolják élménnyel az életüket. És az élmény az nincs összefüggésben azzal, hogy dolgozni kell, nincs összefüggésben azzal, hogy túlórázni kell, nem abban éli meg az identitását és a valóságát, hogy a munkával határozza meg saját magát, hanem egy máshova kihelyezett gondolattal, egy máshova kihelyezett móddal találkozik szembe, amikor erről beszél, hogy mi is az élmény, mi is ez az egész történet.
Az ötödik jellemzője a tudásátadás. Itt már nem egyirányú tudásátadásról van szó, hiszen nem felnőtt orientált társadalom van, hanem kortárs orientált társadalom van. A tudásátadás kétirányú lesz, egy ilyen reverse mentoring, vagy egy ilyen szakkifejezést is használjunk, tehát két irányba történő kapcsolódásra jellemző, hajlandó vagyok tanulni, ha te is hajlandó vagy tőlem tanulni. Tudja és érzi, hogy nagyon erőteljes tudása van, tudja hogy és érzi, hogy ez a tudása hasznos, ezért számít arra, hogy akár az iskolában, bár ugye az Y-osok ma már nem számítanak fiatalnak, hanem a fiatal felnőttek kategóriába tartoznak, tehát nem csak az iskolában, hanem a munkahelyen is nagyon nagy szükség van arra a tudásra, ami az övé. Lehet, hogy nem tud mindent, lehet, hogy a tudása és a tapasztalata nem olyan mély és sok, bár mondom, a legidősebb Y-osok már 40 év körüliek, tehát hogy erősen benne vannak a bocsánat az Y-osoktól a korba, de hogy az az ő tudás és az a tapasztalat, ami megvan, az viszont a baby boomerek meg az X-esek számára lehet hasznos. Tanuljatok tőlem, és akkor én is tanulok tőletek. Na, ezeknek a meghatározása, ezeknek a jellemzései jelennek meg az Y-generáció esetében, és erről egy Y-os tud a leginkább szépen beszélni és magyarázni, ez pedig Szász Marci, aki szintén a Friderikusz Podcast egyik adásában mondott néhány nagyon Y-os gondolatot. Te sem voltál, vagy nem vagy egyszerűen kezelhető természet, ugye? Elképzelhető, hogy... Tehát egy, én próbálok fejlődni ilyen téren. Az egy másik kérdés, hogy az ember az évek alatt szépen megtapasztalja azt, hogy kihez hogyan lehet szólni, kihez hogyan kell szólni, milyen nonverbális jeleket hogyan kell felismerni, hogyan kapcsolódok az emberekhez. Megérteni azt, hogy hogyan kommunikáljak, hogyan adjam el saját magam, hogyan mondjam el az ötleteimet, hogyan hallgassak meg másokat. Mert az életben nem mondta senki azt, hogy ez milyen formában fontos, miért fontos. Mit is hallottunk Szász Marcitól, az egykori kölyök zsenitől? Tulajdonképpen arról beszélt, amit a tudásátadásnál és az én központuságnál szóba hoztam, hogy a tudás az nem feltétlenül ugyanaz, ami a felnőtt orientált és a feladat orientált rendszerben volt. Hogy vannak olyan, és ezt úgy szoktuk hívni, hogy humán képességek, humán skillek, amiket senki nem tanít meg, de Marci már érzi, hogy ezekre fontos odafigyelni, hogy ezek kellenek nem csak a karrierben, hanem az életben maradáshoz, akár a privát életben is nagy szükség van, és ezt érdemes megtanulni. Érdemes megtanulni valakitől, aki ehhez ért. Hogy ez nem az iskola fogja megtanítani, hogy ezek nem hard skill-ek, hanem olyan jellegű képességek, amikre mai világban már nagy szükség van, és amikre érdemes odafigyelni, és amik kellenek az életünkhöz. Na, ez az Y és az Z generáció egyik nagy kihívása, hogy ahogy haladunk bele a világba, ahogy haladunk előre, és haladunk bele a digitalizáció keretrendszerébe, egy csomó olyan humanisztikus dolog, csomó olyan emberi képesség kerül előtérbe, amikre korábban nem volt ilyen mélyen, vagy ilyen erőteljesen és tisztán szükség. És ez az, ami majd az Z-generációt fogja jellemezni. Ahogy eljutunk az Z-generáció felé, az a párváltozás, ami a digitália fölgyorsulására jellemző. Úgy kezdtük, hogy az Y-generáció, az első generáció, vagy az utolsó generáció, aki olyan világra született, ahol még nem volt internet, de az első generáció, aki nagyon fiatalon találkozott a digitáliával. Na, az ezután következő generáció, az Z-generáció az, aki már valóban beleszületik az internetbe. De nem abba az internetbe, amit ma internetnek hívunk. 1995-ben, 30 évvel ezelőtt még közel sem volt ennyire mély, ennyire tartalmas az internet az életünkben. Akkor még akik emlékeznek rá és éltek, akkor ilyen betárcsázós internet volt, nagyon bonyolult volt, nagyon drága volt, nagyon körülményes volt, sokkal kevesebb contenthez lehetett hozzájutni, eleve ha képeket akartunk betölteni. Hát szerintem egy csomó mindenkinek jön vissza a memóriájába az a hang, ahogy nyikorgott az internet, ahogy így sávonként szépen jött be egy-egy kép. Tehát, hogy nagyon-nagyon meggondoltuk, hogy mit akarunk letölteni, mikor és hogyan, mert hogy ez nagyon-nagyon sok pénzbe került. Aztán felgyorsult az internet az életünkbe. 2003-ban jelentek meg ezek a mobil stickerek, amit a számítógép oldalába lehetett bedugni, és ekkor robbant be az internet penetráció, mert viszonylag olcsó volt és gyorsát
jelentette az internet elérhetőséget, és már akkor nagyon jó kontentek voltak, már megjelentek különböző hírcsatornák, már egész jól lehetett tölteni tartalmakat. Aztán 2007. júniusában mutatta be Steve Jobs az első okos eszközét, és 2009. decemberében fordították le magyarra az iPhone-t. Tehát az E-generáció életében nagyon gyorsan és nagyon mélyen és nagyon radikálisan megváltozott a digitália, ami az ő életüket nagyon erőteljesen meghatározza, és központi részé teszi a digitalizációt. De nem csak a digitalizáció az, ami meghatározza őket. Egy csomó minden más dolog is megjelenik az életükben. Ilyen, és tulajdonképpen pszichológiailag úgy hívjuk az egyik legfontosabb tényezőt, a választás kényszerét. Mit jelent a választás kényszere? Azt, hogy icipici gyerekkoruktól kezdve, jó szándékból, szeretetből, de rákényszerítettük őket arra, hogy válasszanak. Hányfajta választási lehetőségem volt nekem 1983-ban, ha mesét akartam nézni? Nem egy, hanem kettő, néztem vagy sem. 19-15-kor, ha ott ültem a tévé előtt, tudtam nézni mesét, ha nem voltam ott, aznap nem volt mese. Ma hányfajta lehetősége van, hogyha egy gyerek mesét akar nézni? Ha most kihangosíthatnánk a válaszokat, akkor milliárd és csilliárd fajta válasz érkezne, hiszen bárhol, bármikor, bármilyen körülmények között lehet mesét nézni. Még otthon se kell lenni, nem kell leülni a televízió elé, bármilyen eszközön ki tudja választani a saját maga által kiválasztott mesét. És a szülő nagyon sokszor még bele is helyezi ebbe a döntési kényszerbe a gyereket, amikor 3-4 éves kisgyereknek megengedi azt, hogy ő maga döntse el, hogy melyik csatornán, melyik mesét, melyik évadot, melyik részt, és milyen pillanattól kezdve akarja nézni. Azt gondoljuk, hogy segítünk, hogy jó szándékúak vagyunk, hogy haverszülők vagyunk, hogy ezzel fejezzük ki a szeretetünket. De 7 éves korig a gyerek nagyon nagy mértékben támaszkodik a szülőre a döntéseiben. Nem nagyon tud még döntéseket hozni. Ezzel a helyzettel, ezzel a szituációval bele kényszerítjük, bele helyezzük őket egy olyan viszonyrendszerbe, egy olyan állapotba, hogy folyamatosan azt érzi, hogy választania kell, és amikor majd eljut az iskolába, vagy eljut a munkahelyre, akkor az egy kevés lesz. Kevés lesz az egy munkahely, kevés lesz az egy pozíció, és nagyon hamar eljön egy ilyen belső hajtóerő, egy belülről jövő érzés, hogy már itt vagyok 6 hete, 8 hete, és még mindig nem történt semmi az életemben. Hát akkor most nekem választanom kell. Azt látom, hogy a kortársaim már rég tovább léptek, rég csináltak valamit, én meg még mindig itt ülök. De ez a választás kényszere. Ez is egy olyan élménytartomány, egy olyan tapasztalat, amit nem feltétlenül tudunk kognitívan megmagyarázni, mert hogy valóban máshova kerül az agyi működésünkbe. A második ilyen az egyén hasznossága. Az egyén hasznossága az én központuságnak a természetes következménye, hiszen az én központú világban elsősorban azt nézem, hogy nekem valami miért hasznos. Akár már az iskolában is, ha meg kell tanulnom valamit, nekem az miért hasznos. Miért hasznos megtanulni a kovalens kötést? Miért hasznos megtanulni a szinkópát? Nekem miért hasznos tudnom azt, hogy a költő ilyenkor éppen mire gondolt? És ezt nagyon nehéz még az iskolában is megtenni, de gondoljuk el azt a munkát, a munkaadónak azt mondjuk, hogy folyamatosan jelezze vissza a fiatal munkavállalójának, hogy amilyen feladatot kiad, amilyen projektet odaad, az számára miért hasznos, mármint hogy a fiatal munkavállaló számára egyénileg miért hasznos. A harmadik nagyon fontos tényező a kinézet. Egyre fontosabbá válik a kinézet. Ugye mondtam azt az első alkalommal talán, hogy kívül hordtuk az identitásunkat a 80-as évek végéig, mindenkiről lehetett tudni, hogy punk, vagy rocker, vagy alteros. A mai világban ez a kinézet nem feltétlenül az identitásról szól, hanem arról, hogy az E-generáció esetében a kommunikációnak a középpontjában olyan social media platformok vannak, amik videó, fotó, tehát audiovizuális alapúak. Innentől kezdve az egész döntés, az egész ítéletalkotás valakiről elsősorban abból történik, hogy hogyan néz ki. És hogyha a kinézet határozza meg a döntéseimet, a kinézet határozza meg az érzelmeimet, akkor például az is nagyon fontos, hogy egy iskola vagy egy munkahely mennyire instakompatibilis. És ezen az idősebbek nagyon sokszor nevetnek, hogy ilyenről beszélünk, hogy instakompatibilis munkahely. Pedig, hogyha lefordítjuk és átvezetjük arra, hogy mennyire fontos a lojalitás és a motiváció szempontjából a fiatal munkavállalóknak, akkor ez egy létkérdés egy vállalat fennmaradása esetében. A negyedik az, hogy egy partneri behuzalozott világban élünk. Egy olyan világban élünk, hogy bárhol bárkire rá lehet írni, egy amerikai sztárra, egy politikusra, egy híres emberre, és hogyha szerencsénk van, visszaír. Olyan, mintha haverok lennénk.
Hát mikor tudtam 1983-ban ráírni Kádár Jánosra? Nem volt ilyen lehetőségem, nem volt erre mód, hogy ezeket meg tudjuk tenni. Innentől kezdve az én tapasztalatom, az élménytartományom az, hogy hierarchia van, hogy aláfölé rendeltségi viszonyrendszer van, és nem írok rá nálam magasabb rendű vagy magasabb szintű emberekre, akár a főnökömre se. Úgy beszélek vele, hogy engedélyt kérek, küldök egy e-mailt, felhívom telefonon a titkárnőjét, aztán majd, hogyha eljön az idő, akkor berendel. Egy Z-generáció esetében sem az iskolában, sem a munkahelyen nem feltétlenül van aláfölé rendeltségi viszony. Nem a neveletlenség miatt, bár ugye egy csomó kommentben visszajött a múltkor is, hogyha nincs megnevelve, akkor neveletlen, de hogy nem erre akarjuk most a gyerekeinket nevelni. Most az egyenrangúságra neveljük a gyerekeket. Talán emlékeznek az legelső példámra, amikor a Tolnamegyei faluban ebédeltem a nagyszüleimmel, ahol más sorrendbe lehetett venni az ételből, és meg volt határozva, hogy ki melyik részét eheti meg a csirkének. És ezzel szemben most a legfinomabb falatokat a gyerekeimnek adom, mert hogy nekem ez a fontos. Azt gondolom, hogy nem jobb, nem rosszabb, csak másfajta nevelési elv, és ugyanúgy erre vonatkozóan az, hogy hogyan viszonyulok az egyes emberekhez, az elképzelt hierarchiához vagy pozícióhoz megjelenik ebben a viszonyrendszerben, hogy partneri, behuzalozottan gondolkodó rendszerről beszélünk. Az ötödik a mikroplatform. A mikroplatformról már nagyon sokat beszéltem a múlt alkalommal is. Ugye mondtam, hogy a baby boomerek és a veteránok két platformosak voltak, munkahely család, az X-es három platformos munkahely család barátok, az Y-4 platformos munkahely család barátok internet, majd jön az okostelefon és a social media világa, felrobban a tér és az idő, egyszerre tudunk nagyon sok helyen lenni térben és időben, és innentől kezdve nagyon könnyen tudunk akár 20-30 mikroplatformon egyszerre jelen lenni. Most gondoljon bele mindenki, aki minket néz, hogy azzal, hogy minket néz, azzal párhuzamosan mennyi minden mást is csinálhat, vagy csinál is valójában. Hogy akár a COVID idején egy tinédzser általános iskolás hogyan tanult, hogy be volt kapcsolva online a matek órára, fülessel beszélgetett, majd bemondta egyszer csak, hogy Gizi néni nagyon gyenge a netem, kikapcsolom a kamerát. Még ketten-hárman kikapcsolták a kamerát a csapatból, azok párhuzamosan már elkezdtek online játszani egymással, és cseten beszélgettek egymással, néha beszólva a matek órára, hogy értem, rendben van. Közben elkezdtek ismételni a tévében valami jó műsort, fölkapcsolta a tévét a gyerek, és elkezdte azt is nézni. Majd anya behozta az ebédet, elkezdte az ebédet enni, és kikiabált anyának, hogy ez most nem sóztad meg az ebédet, nem nagyon figyeltél oda. Egyszerre négy platformon jelen volt, és közben ki tudja, hogy hány olyan online játéknak, online social media platformnak a tagja, ahol párhuzamosan futnak a kommentek, a lájkok, a megjegyzések, és folyamatosan jelen tudunk lenni. Naivitás azt hinni, hogy az offline térben nem vagyunk jelen ezeken a mikroplatformokon, mind az iskolában, mind a munkahelyen folyamatosan futnak a fejünkben, vagy az égerációsnak a fejében az, hogy más mikroplatformon jelen lehet lenni, ami nem annyira unalmas, ami leköt, ami kiteljesít. És ezt nagyon nehéz oktatóként, vagy akár munkaadóként kezelni és elvállalni. És az utolsó ilyen jellemző, amit érdemes elmondani a Z-generációról, az pedig, hogy userek lettünk, nem ügyfelek, userek, nem munkavállalók, userek, nem diákok. A munkavállaló, a diák egy aláfölé rendeltségi viszony, egy felnőtt orientált rendszert feltételez, egy hierarchikus működést feltételez. Mondtam, hogy ez azzal, hogy a baby boomerek megengedték a gyerekeiknek, hogy tegezzék őket, ez a fajta gondolkodásmód szépen lassan végigment a társadalmon, és ez a fajta hierarchikus gondolkodásmód kezd eltűnni, és ezt cseréli föl, vagy ez váltotta föl a user gondolkodás. A user az nem hierarchiába gondolkodik, hanem abban gondolkodik, hogy addig, amíg ebben az iskolában tanul, vagy ebben a munkahelyen dolgozik, addig, amíg itt van, felhasználója akar lenni az intézménynek, használója akar lenni az iskolának, használója akar lenni a munkahelynek. Amennyit én belefektetek, minimum annyit ki is akarok abból venni, mert nem alárendelt szereprendszerben vagyok. Érteni akarom, hogy mi a helyem, és érteni akarom, hogy mi az én előnyöm abból, mi a hasznom abból, hogy én itt vagyok, és itt tudok dolgozni addig, amíg el nem megyek egy másik munkahelyre. Na, egy szép Z-generációs példa Dörnyei Bendegúz interjújából kivágott pici részletünk, kukkantsunk bele, és lezárásképpen majd azért egy kicsit beszéljünk arról, hogy mit is mondott el Bendegúz. Milyen képességeit véli az átlagost meghaladónak?
az intelligencia tesztekben régen nagyon erős voltam, most is egyébként, és a matematika, esetleg a programozás, ugye, ezek nagyon, nagyon erős képességek. Most pedig inkább a vállalkozói téren, tehát most már 3-4 éves tapasztalatom van lassan a vállalkozások vezetésében és csapatok összefogásában. Úgy gondolom, hogy ebben nagyon jó vagyok most éppen. Tetszik, hogy kimeri mondani, hogy jó vagyok. Általában az emberek ilyen helyzetben szerénykedni szoktak, ami persze álszerénység. Ön meg kimondja nagyon helyes, hogy ebben, meg ebben jó. Van, hát, amiben nem vagyok jó, tehát igen. Ezért aztán azt ki lehet mondani, miben jó. Na most mit jelent az, amit szintén az egyik önnel készült beszélgetésben olvastam, hogy tudnilik gyorsan un meg dolgokat? Mindig igényem volt arra, hogy kiéljem a vágyaimat, hogy a képességeimet kiteljesítsem. Tehát úgy éreztem volna, hogyha egy helyben maradok, úgy értve, hogy egy dologgal huzamosabb ideig foglalkozom, hogy nem fejlődök elég. És akkor mennyi időt ad egynek? Tehát mondjuk milyen gyorsan un meg egy dolgot? Hát 2-3 év talán, de van olyan, amit gyorsabban, van olyan, amit lassabban. Például az első vállalkozásom bőven 3 év fölött volt, és ott tényleg több száz órát raktunk bele minden nyáron, minden szünetben, minden... Ennek mi volt a profilja? Ez háztartási ételpazarlás csökkentésével foglalkozott, és egy olyan applikációt fejlesztettünk, ami azt tudja megoldani, hogy a háztartások kevesebb hulladékot dobjanak ki, mint ez a havi, például Magyarországon 7000 forint értékű étel. Nagyon szerettem, ahogy Friderikusz Sándor rácsodálkozott erre, hogy mennyire bátran kimondta Bendegúz az, hogy ő képes vezetni egy csapatot, képes fiatalkora ellenére ennyire egyértelműen kiállni, és azt mondani, hogy én ebben jó vagyok. Na ez az én központú generáció, az én központú világnak a gondolkodás módja. Nem jobb, nem rosszabb, mint a korábbi generációké, ahol kevésbé mertünk volna ennyire fiatalon, ennyire egyértelműen fogalmazni, de azért nagyon szépen visszaadja, visszatükrözi a gyakorlatban mindazt, amit elméleti szinten elmondtam. A másik, ez a választás kényszere, hogy mennyire gyorsan meg lehet unni dolgokat. A választás kényszerének egy ilyen gyakorlati logikus következménye a gyors megunás, a gyors kiégés, fogalmazzunk így, az, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudok és akarok váltani az egyes dolgok között, hiszen látom, hogy nem jó egy dologba beleragadni, nem elég az egy, hanem választanom kell sok közül. Ne felejtsük el, 2-3 generációval ezelőtt két platformos volt az ember, munkahely, család, és azt látta, hogy nyugdíjas állás, tehát hogy az volt a biztonság, Krasznahorkai László idézete, hogy konzervativizmus. Az adta meg a biztonságot, hogy megmaradtunk a régibe, mert az egy jelentette a biztonságot. Itt meg eljutunk oda, hogy az az élménytartomány, hogy a sok jelenti a biztonságot, hogy a választani lehet a sok-sok közül. Nem jobb, nem rosszabb, csak más. És nem maradhat ki a Z-generációs beszélgetésből, a Z-generáció jellemzőjéből egy tipikus és mégis atipikus Z-generációs ember, egy olyan interjú, ahol a két generáció nagyon szépen ütköztette a saját maga valóságát és igazságát, egy baby boomer Friderikusz Sándor generációs jellemző, és egy Z-generációs Azaria jellemző találkozott egymással egy 2 évvel ezelőtti interjúban. Gitározni Sanetről tanult? Igen, az ilyen 12-3 évesen kezdtem el, és akkor ott mentek a YouTube-on keresztül, ültem, tanulgattam a kis formákat gitáron. Soha tanár nem látta? Tehát gitártanárhoz nem járt? Nem. Nagyon elutasítóan álltam ehhez nagyon sokáig, hogy az a rendszerezettség az nekem megölné azt a ilyen nagyon tiszta szeretetemet, meg alázatomat a hangszer iránt, hogy felfedezek rajta dolgokat. Bár ez a hátulütője, mert szintén, mint a vágóprogramoknál, gitározni is csak azokat tanultam meg, amik az én célom megvalósításához kellenek. Ezért nem valom a gitárosnak. Nekem csak azért kell gitároznom, hogy a zene végül, amit el akarok érni, az úgy hangozna, hogy szeretném. Nagyon sok zeneelméleti, meg ilyen alapvető skálás dolgokat például nem tudok. Énekelni is akkor önmagától tanult? Igen, bár nem tudom, hogy ezt a tanulással volt, meg vannak ilyen halvány emlékem régen, hogy énekelgettem. Azt sem tudom, hogy a zene szeretet honnan eredhet ennyire ilyen erősen. Anyukám nagyon szeret énekelni, nagyon jól is tud, talán onnan.
mennyire kötődik a mi generációnkhoz, hogy a tanulás az egy tanárhoz kötődik, hogy egy idősebb, egy felnőtt orientáltabb elképzelésünk van erről, hogy a tudás alapjait az egy idősebb tudja átadni. És erre azt mondja Azariel, hogy nekem ez a rendszerezettség megölte volna a szeretetemet a zene irányába, hogy egy teljesen más megközelítés, nyilván ehhez kapcsolódik egy olyan háttér, mint a YouTube, amin keresztül meg lehet tanulni, úgy is zenélni, hogy nem kell hozzá tanár. Ezt 30-40 évvel ezelőtt nem tudta volna megtenni, mert nem volt olyan technológia, csak és kizárólag a pedagógus, a tanár, a szakember, a mester kezébe voltak olyan tudások, amit egy irányon át tudott volna adni. Most pedig rácsodálkozunk, én magam is mellé állok Friderikus Sándor mellé, hiszen majdnem egy generáció tagjai vagyunk, hogy hát azon nőttem föl, és az volt az én kulcsom és alapom, hogy a tanártól lehet tanulni, mert hogy mégiscsak neki van tapasztalata, mégiscsak neki van az a mélységi tudása. De eljutunk oda a digitalizációnak köszönhetően, hogy nem a mélységi tudás visz előre, hanem a felszíni tudás. Minél több mindenről tudni keveset. És két különböző hozzáállás a tudáshoz, két különböző hozzáállás a tanuláshoz, a mélységi, a 20. századi hosszú távú memóriára épülő balagyféltekés gondolkodásmód, és a 21. századi jobb agyfélteke fókuszú felszíni, és nem annyira mélységi tudás. Nem jobb, nem rosszabb, csak más. Csak még nem tudjuk, hogy hogyan kell ezt működtetni. Emiatt sokszor félünk tőle, sokszor megijedünk tőle, hogyha ebbe az irányba megyünk, akkor ez az emberiség végét jelenti, de lehet, hogy meg tudjuk ezt is oldani. De ez már egy jövőkutató feladata, nem a generációkutató feladata. A generációkutató eddig tud elmenni, hogy megnézi, hogy az egyes generációknak milyen jellemzői vannak, felhívja a figyelmet arra, hogy mindenkinek máshol van az origója, felhívja a figyelmet arra, hogy a megértéssel közelebb tudunk kerülni egymáshoz, felhívja a figyelmet arra, hogy hogyan tudunk tanulni egymástól egymásért, hogy meg lehet érteni, hogy másképpen reagál, és másképpen viszonyul az egyes generáció tagja az élethez. Hogy értsük meg azt, hogy a nagymamának, a jelenlegi nagymamának, mert ez is el fog múlni, mert ez is generációs. Miért a szeretet nyelve az etetés, és azt is meg lehet érteni, hogy valaki miért úgy akar ma megtanulni dolgokat, hogy ahhoz nem akar tanárt. Nem jobb, nem rosszabb, csak más. És maradt még egy generációnk, az alfa generáció. A 2010 után születetteket lébölözzük, címkézzük úgy, hogy alfa generáció. A legidősebb alfás 14 éves, a legfiatalabb pedig néhány napos. Nyilván egy annyira vegyes szegmentációról, egy vegyes csoportról beszélünk, hogy nagyon nehéz egyértelmű állásfoglalást tenni az alfa generáció mellett, hiszen mind fejlődés lélektanilag a legintenzívebb időszakban vannak. Nem azért, mert alfások, hanem azért, mert ennyire fiatal gyerekek. Ők az a generáció, akikről messze menő következtetéseket még nem mondhatunk el. Pont azért, mert folyamatosan fejlődik az idegrendszerük és az agyuk, sőt, még nincs is kész az idegrendszerük, tehát még nem tudjuk, hogy hova fognak jutni, nem tudjuk, hogy hosszú távon milyen jellemzőik, milyen értékeik, milyen attitűdváltozásaik lesznek. A generációkutatónak idáig van lehetősége, idáig van felelőssége a generációknak a bemutatásában. Az alfát hagyjuk meg működni úgy, ahogy tud, segítsük őket, figyeljünk rá, nem azért, mert alfa, hanem mert kisgyerek. Azt gondolom a legtöbb, amit adhatunk, és majd erről fog szólni mélységében a szülői előadás, az a figyelem, a szemkontaktus, és az a fajta mintamutatás, amit digitális szülőként át tudunk adni, és meg tudunk adni a gyerekeinknek. Legközelebb innen fogjuk folytatni. Ma tehát négy generáció, az X, az Y, a Z és az alfa jellemzőit foglaltam össze. Ha tetszett, kérem iratkozzanak fel a Friderikus Podcast csatornájára a youtube.com-on, a képernyő alatt kisé balra található feliratkozás gombra, és mellette a kis csengő ikonra kattintva, de természetesen feliratkozhatnak a facebook.com-on is, a Friderikus Podcast oldalon a követem gombra egyet kattintva. Aki pedig hasznosnak tartja ezt a generációkról szóló sorozatot, illetve ha valamit tanult ebből a mai epizódból is, munkánk támogatását kifejezheti a YouTube-on, a képernyő alatt jobbra található köszönet gombra kattintva. Egy délután a tinédzser lányoddal. Találj rá a közös dolgokra, fizess egyszerűen a mobiloddal, és váltsd az együtt töltött időt valóra. A generációkra szabott pénzügyi megoldások szakértője és a sorozat támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
Végezetül most is arra ösztönzöm önöket, hogyha valami nem volt elég világos, nem volt érthető a mai előadásomból, vagy menet közben ezzel a mai témával kapcsolatban megfogalmazódtak önökben kérdések, kérem küldjék el azokat. Ha lehet, minél rövidebben megfogalmazva a studio@fridericus.hu e-mail címünkre. Mához egy hétre, tehát a jövő csütörtökön este 8 órakor ismét Fridericus Sándorral találkozhatnak, ő jön a szokásos friss beszélgetésével. Én mához két hétre csütörtök este 8 órakor folytatom a sorozatot, akkor a generációk és a szülői szerepek változásáról fogok beszélni. Azt kérem, kövessék ezt a csatornát addig is, akkor is.